Csibi Csaba, fazekas vagyok. Most már közel több mint 20 éve dolgozom a szakmában. Eleinte kaspókat gyártottam, virágvázákat, virágcserepeket. Nagyszebenben kerültem el a fazekasok vására, ott találkoztam a népi fazekassággal, és utána onnan hazajöve kezdtem el tájékozódni, hogy milyen típusú tájegységet válasszak, és egyértelmű volt, hogy az Ilai fazekasságot fogom választani. Ez most már közel 10 éve, hogy nekifogtam. Az Ilai fazekasság abban nyilvánul meg, hogy a színvilága, a motivumok, amiket felviszünk, tehát a madár, ahogy kinéz, vagy a leveleknek a formája, a pöttyök, ahogy vannak használva, a vonalazás, meg ezek a szemek, ezek jellegzetes motivumai az Ilai fazekasságnak. Továbbadni elég nehéz, mert nem az, hogy nincs rá érdeklődés, hanem az, hogy nincs hol továbbadni, inkább az. Tehát eljárok iskolákba, ahol megmutatom a gyerekeknek egy-egy iskola másképp programján belül, de akkor még a gyerek nem kerül olyan közel, hogy ő aztat majd ő szeresse, és hogy válassza magának, szakmának, hogy tovább tudja ezt adni. Ezért én gondolom, hogy jó lenne, ha lenne egy központ, ahol más mesterségeket is lehetne akár tanulni. Nagyon szeretném és örülnék annak, hogyha a későbbiekben ezt át tudnám adni a fiatalabb generációnak is, kerülne egy-két fazekas akár ki, és megtanulnák, és továbbvinnék ezt az Ilai fazekasságot, mert látszik, és mindenki tudja, aki ismeri, hogy egy szép és nemes szakma, és ha egyszer belekóstolsz, akkor nem tud abba hagyni.